Makovec Imre és Melokó Miklós kézjegyét magánviselő csendes dunaparti település Iváncsa. Itt épül az ország egyik legnagyobb akkumulátorgyára. Erről Szijjártó Péter így nyilatkozott. Ma bejelenthetjük Magyarország történetének valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházását. Az első nagyon fontos, amit mindig elmondok az akkumulátorgyár építésével kapcsolatban, hogy már a neve is átverés. Ugye zöldmezős beruházás, amitől mindenki azt gondolja, hogy ez egy olyan beruházás, ami valamilyen környezetvédelmi, vagy olyan beruházás, ami egy pozitív hatást gyakorol a környezetre. Ugye ez nem igaz. A zöldmezős beruházás az, amikor ezt a zöld környezetet megszüntetik, és gyakorlatilag ez pusztításra jár. Itt nagyon magas aranykoronaértékű földekre építették rá ezt a gyárat. Nekem azt tanították annak idején, apám is, meg a nagyapám is, hogy a föld az érték. És hogy az, amikor kimegyünk a határba, és az zölddel is virágzik, akkor az az, ami megfizethetetlen és megbecsülhetetlen érték. Hát ezt most meg lehet nézni, hát ha valakinek nem bántja a szemét, akkor sajnálom. Én vidéki gyerek vagyok, nekem bántja a szememet, mert szerintem ilyen termőterületet erre nem szabad elpazarolni. Most a vízről meg a gázról ne is beszéljünk. Iváncsán úgy kezdődött, hogy ugye a pandémia alatt, ezt fű alatt csinálták meg. Én ugye képviselő vagyok az önkormányzatban, mi tájékoztatást előzetesen arról, hogy ide akkumulátorgyárat terveznek, nem kaptunk. Hát ez egyre inkább jönnek elő az infók, ugye szépen csepegtetik ezeket az információkat. Rengeteg egyeztetés van itt az önkormányzat meg a többi között, csak hát erről elfelejtik a falut tájékoztatni. Nem baj, nincs semmi gond ezzel. Egyszer azért minden helyére fog kerülni. Tehát még lehet hűíteni a népet addig a pontig, amíg az életterebe nem szűkül. Mert amikor majd nem tudja kinyitni az ablakot nyáron, a nagy melegben végre este lesz, és egy kicsit hűvösebb is kinyitja az ablakot, és tudja kinyitni, mert kosz lesz, zaj lesz, por lesz, büdös lesz, stb. Akkor mi lesz? Azt hogy fogja megoldani? El fog jönni az az idő, amikor az emberek annyira fogják tapasztalni a saját bőrükön, hogy a propaganda cunami már nem fog hatni, mert a saját bőrén tapasztalja. Nagyon nehéz dolog, mert ugye az elején még senki nem tudja, hogy ez mivel jár. Ugye nem tudja felmérni azt. Távolinak is tűnik, ugye, mivel pontos terveket nem kaptunk arra, hogy ide mi lesz. Például ugye azt mondták, hogy nem hozzák be a vasutat, azóta kiderült, hogy behozzák a vasutat. Ugye nem az iváncsai ivóvízbázisra lesz rákötve. Mégis az iváncsai ivóvízbázisra lesz rákötve. De az embereket félretájékoztatják, megfélemlítik. Hát volt olyan, aki beírta, hogy nem lesz jó vége, és ismeretlen messengerekről, meg nem tudom mikről mentek a fenyeget üzenetek, hogyha nem hagyja abba, akkor abból komoly baj lesz. Bár a helyi képviselőket nem tájékoztatták előzetesen, a város polgármestere, Molnár Tibor, jó néhány részletről értesült. Az pedig a hivatalos közmeghallgatáson derült ki, hogy a lakosok közül sem örül mindenki mindannak, amivel ez a beruházás járni fog. Ki kérdezte meg az embereket, hogy mi a véleményük, hogy a 100 méterre tőlünk, vagy 200 méterre, mert én pont az Rinyi utcában lakom, épül egy ilyen komplexum. És akkor menjek ki a kertbe, hozzak be egy paradicsomot, vagy egy paprikát, vagy egy almát, és adjam oda az unokáknak, mert nekem ezt senki nem mondja, hogy nem szennyezi a levegőt, és nem beszélve arról, hogy milyen hanghatásokkal fog járni. Ki kérdezte meg a lakosokat, hogy mi a véleményetek? Lehet itt hivatkozni a járványra, meg mindenre. Tehát úgy érzem, hogy ez annyira sérti az emberek zömét, hogy hihetetlen. Nem kellett hozzá egy polgármesteri döntése, hogy egy magáncég, egy magánterületen beruházást hajtson végre, mint ahogy önök is, bárki, hogyha most megvan hozzá területe, és megvan hozzá az engedélye, hogy egy üzemet indítson, akkor ezt bárki megteheti. De ez így van, Endre. Jó, de én sem érzem, és továbbá én sem érzem magaménak ezt a kérdést. Pedig ugye már a bejelentés előtt fél évvel azért voltak arról információk, hogy a koreaiak itt voltak, és a falu vezetése végigvitte őket a fejlesztési területen. Tehát ők tudták, hogy ide akkumulátorgyár fog jönni. De a nagy falu szolgálója a falut elfelejtette erről közölni. És itt nem kell arról beszélni, hogy mert titoktartása, hogyan már? Hát ha milyen titoktartás? Hát ez a falu életét döntően befolyásolja. Ha valaki elárulja a faluját, az pontosan így viselkedik. Ez árulás.
Egész egyszerűen árulás, ez nem több, és nem kevesebb. Árulás. Egész egyszerűen becsatlakozott egy politikai közösséghez, és végrehajtja azt, amit kérnek tőle. Pont. Ez egy vegyi üzem. Egy akkumulátorgyártás vegyi üzem, habár Magyarországon a besorolása ugye az autógyártásnak felel meg, de az akkumulátorgyártás során veszélyes vegyi anyagokat használnak úgy, hogy az egyik szomszédjában egy gyümölcsfeldolgozó van, és a oldalon meg mezőgazdasági tevékenység van, tehát ott meg gabonát tárolnak. Ahhoz, hogy ez a gyár működni tudjon, ahhoz, hogy ennek a gyárnak a kiszolgáló egységei, az rengeteg ember itt élni tudjon, azt próbáljuk megteremteni, hogy folyjon a víz. És a víz, amivel mindenki most küzd, minden egyes zöld, minden egyes biológus, illetve ezzel foglalkozó szakember azt mondja, hogy a víz a legfontosabb, az akkumulátorgyártáshoz pedig irdatlan mennyiségű víz kell. Hát kell is, hát azért, ha meggondoljuk, egy ilyen szinten infrastruktúra nélküli faluhozra két ekkora gyárat fölépíteni, főleg a török gyár olyan kicsi ám, hogyha úgy nézzük most a falusi szinten, az is nagynak számít. Meg mellé egy ekkora korai létesítmény, plusz biztos vagyok benne, hogy vannak már arról tárgyalások, hogy a további fejlődés is megy. Tehát ez nem fognak itt megállni. Vagy a koreai gyár fog még fejlődni, vagy pedig még más cégeket akarnak idehozni. Tehát mindenkit így kell szolgálni. Tehát ez a rengeteg milliárd forint, ez nem azért jön, hogy én vagy a faluba bárki jól éljen. A túrót, ezek azért jönnek ide, hogy kiszolgálják ezt az ipari parkot. Térburkolózva lesz a térburkoló is. Gyakorlatilag tényleg bármit meg lehet most Iváncsán valósítani. Iváncsán létesült az ország második különleges gazdasági övezete. De az első gazdasági övezettel ellentétben, ahol Gödöt kifosztja a megye, Iváncsára dől alé. A különbség az, hogy míg Göd városa ellenzéki vezetésű, addig az iváncsai polgármester távol tartja magát a kormánykritikától. A rengeteg faluba érkező pénzből egyébként jelentős településfejlesztés valósul meg. A kérdés csak az, hogy milyen áron. Az ipari park következtében egy falu meg fog szűnni, mint falu, és egy ilyen ipari városka lesz majd belőle valamikor egyszer. És az összes fejlesztést, ami nem a mi életünket javítja, hanem a mi további megélhetésünket biztosítja maximum, hogy legyen víz, legyen áram, nekünk is esetleg, így a 2022 magasságában. Ezek azért történnek, nem azért, hogy jobb minőségibb életet érjük, nyugodtabb életet érjük, de hogy is. Át kellett volna gondolni, hogy hova rakják ezt a gyárat, nem egy ilyen kis településre, ilyen közel egy kis településhez kellene építeni egy olyan gyárat, aminek a saját bevallásuk szerint is olyan infrastruktúrális következmény, vagy igényei vannak, ami teljesíthetetlen. Nyilván, hogyha közelebb van a víztisztító, a szennyvíztisztító, akkor biztos, hogy egyszerűbb, gondolom én. De abba sem vagyok biztos, hogy 680 milliárd forintba nem fért volna bele az, hogy egy teljesen önálló struktúrát kiépítsenek, mondjuk egy kilométerre följebb. Mivel már máshol is megcsinálták, hogy bevitték a vasutat, nekem, mint itt élőnek a legnagyobb problémát ez jelentett, de akkor azt a tájékoztatást adták, hogy nem lesz vasút. Lesz vasút, Adonyból fogják áthozni. A dupla vágány legalábbis az alapján, amit elmondtak, hogy aztán egy vágány jön át, és itt két vágány lesz, azt nem tudom. De Adonyból jön át, Adonyt fogják korszerűsíteni. Nekünk nagy dolog volt gyerekként, hogy kaptunk egy biciklit, és akkor végig, mert én nem engedném a gyerekeimet biciklizni. Hát hol? Jártak innen a faluközpontba, hogy mennek az autók? Most beszéltük meg, hogy 24 ezer köbméter gázt fognak elégetni óránként. Ez azt jelenti, minthogyha még 6 ezer ház kéményéből ontanák a gázégetés velejáróit. De azért nem csak arra kell gondolni, hogy valakinek most ez megfelelő, vagy nem megfelelő, gyerekeket nevelnek ebbe a faluba. Sokan a városokból azért jöttek ki, de melyik nyugalom van. Na most megkapták a nyugalmat. Azt is ugye az a baj, hogy egy előregedő társadalomban vagyunk, Iváncsán is nagyon sokan nyugdíjas, most ők már úgy állnak hozzá, hogy ez már nem az ő harcuk. Nekik már mindegy. Ez tönkreteszi a falut. Tehát ugye itt arról beszél most mindenki, hogy fejlődünk. De hogy fejlődünk? Ez nem fejlődés. Eladtuk a falut.